Az indoklás szerint dr. Vladimir Petrovics több mint 90 tudományos munkát írt, világhírű szakfolyóiratokban is publikált. Az Újvidéki Orvostudományi Kar legismertebb professzorainak egyike. Tagja volt az Egészségügyi Minisztérium és a Tartományi Egészségügyi Titkárság több szakértői munkacsoportjának is, és nagymértékben hozzájárult az újvidéki, a tartományi és az országos járványhelyzet stabilizálásához. Olyan szakmával foglalkozom, amely nehezen átlátható, és kevés a kapcsolatom a polgárokkal. Ez a város tele van olyan emberekkel, akik világhírnévre tettek szert, de sokan nem is ismerik a tevékenységüket. Hiszem, hogy a jövőben egyre többen kapnak közülük elismerést, és ezáltal a polgárok megismerhetik őket. Az ülésen a 78 képviselőből 73 támogatta Petrovics jelölését, a Szerbiai Demokrata Párt képviselői tartózkodtak a szavazáskor. A februári díjat olyan újvidékiek kaphatják meg, akik sokat tettek a város szabad szellemű hagyományaiért, az itt élő polgárokért, illetve kimagasló tevékenységet folytattak a város hírnevének öregbítéséért. Petrovics professzor mindenképpen megérdemelte a díjat a tudományos és az oktatói tevékenységéért. Epidemiológusként sokat tett nem csak Újvidékért és Vajdaságért, de az egész országért, és hozzájárult a járványhelyzet hatékonyabb kezeléséhez. A Vajdasági Magyar Szövetség Városi Szervezete támogatja a javaslatot, hiszen az orvos segítségével nagyon jó meg tudtuk szervezni a COVID-19-es betegség elleni védekezést intézményeinkben. Ez volt a fő érv is, és valójában az iskolás kor előtt intézményben óriási eredményeket értek el a védekezés során. A díjat február 1-én Újvidék napján adják át, ugyanis 1748-ban ezen a napon nyilvánították Újvidéket szabad királyi várossá. A díjazott a galambot ábrázoló szobor mellett 130 000 dinár pénzjutalomban is részesül.